Az üzleti és otthoni biztonság technikai szoftver megoldások nemzetközi szállítójának televíziónkhoz eljutatott közleménye szerint a leggyakoribb módszerek egyike a hamis ajánlat, amelyet a szakértők szerint talán a legnehezebb elkerülni. Többnyire egy ismerős által továbbított szöveges üzenet vagy egy visszautasíthatatlan akciót hirdető poszt rejti a bűnözői szándékot. A tapasztalatok szerint ugyanis ezekben az esetekben hajlamosak, leginkább felhasználók egyből rákattintani a szövegben található linkre, és másodpercek alatt egy olyan oldalra kerülnek, ahol személyes és hitelkárgya adataikat kérik. Így bármit is vásárolnak meg, azt sosem fogják megkapni, miközben az érzékeny adatai idegenek kezébe kerülnek. Hasonlóan megtévesztők az ajándékkártyák, amelyek elektronikai eszközök és márkás ruhadarabok hamis akcióit hirdetik, illetve bármikor kaphatnak az ügyfelek olyan ajánlatot is, amelyik nagyértékű ajándéktárgyat ígér. A kapott e-mailben vagy szöveges üzenetben található linkre kattintva viszont valószínűleg akaratlanul is egy rossz indulatú programot telepítenek az eszközökre a felhasználók. Ezzel együtt pedig ellophatják személyes és bankkártya adataikat is. Nem létező megrendelésekkel és elmulasztott szállításokkal is operálnak a csalók. Ilyenkor azt írják, hogy a megrendelés kézbesítése folyamatban van, fizesse ki a hiányzó 1,5 dollárt, hogy megkapja. A szakértők szerint a címzet még ekkor is gyanakodjon, ha a feladó megbízható futárcégnek adja ki magát, és soha ne kattintson az SMS-ben lévő linkre, különben egy olyan hamis weboldalra kerül, ahol további adatokat kell megadnia, hogy igazoljuk személyazonosságunkat. Más esetben állítólagos extra díjat fizettetnek a vevővel, miközben még egy kártékony szoftvert is letölt a felhasználó akaratán kívül az eszközére. A közlemény idézi Csizmadia Darab Istvánt az eset termékeit forgalmazó Szikontek Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki a csalások megelőzéséről elmondta, fontos, hogy a felhasználók legyenek tisztában a kockázatokkal. A csalók ugyanis a legkifinomultabb módszereket alkalmazzák arra, hogy becsapják az embereket, és így még az igazán óvatosakat is átverhetik. A szakértő azt is ajánlja, hogy csak hivatalos webshopokból vásároljanak, és a vevők mindig bizonyosodjanak meg arról, hogy az adott weboldal megbízható, így például érdemes a kiskereskedő URL címét a vevőnek magának beírni a hogy egy linkre kattintva érni el. Érdemes figyelni a nyelvtani hibákra is, illetve ellenőrizni kell, hogy az oldal HTTPS protokolt használ-e érvényes tanúsítványjal a darab István szerint óvatosnak kell lenni az online piac tereken is, mivel ezeken a platformokon hirdetés feladni nagyon egyszerű, nagy az esély annak, hogy az eladók egy része valójában csaló. Vásárláskor kerülni kell a banki utalást, és a vevő kérjen inkább olyan fizetési módot, amelyik lehetővé teszi, hogy visszakapja a pénzt, ha nem kapja meg a terméket. Óvakodni kell azoktól az ajánlatoktól is, amelyek valószínűletlenül jónak tűnnek. Aranyszabály, hogyha egy ajánlat túl jó, akkor valószínűleg csalásról van szó. A közlemény szerint kerülni kell vásárláskor az ingyenes wifi hozzáférési pontok használatát, mivel nagy kockázattal járnak a támadók könnyen bejuthatnak egy rosszul védett hálózatba, hogy figyelemmel kísérjék potenciális áldozataik online tevékenységét, megtévesztő bejelentkezési felületekre irányíthatnak, vagy egy ismert, legitim wifi hálózattal azonos nevű, hamis hozzáférési pontot hozhatnak létre, hogy a gyanútlan felhasználók ahhoz csatlakozhassanak. Ilyen módon a kiberbűnözők rögzíthetik a kapcsolaton keresztül továbbküldött adatokat, beleértve a jelszavakat és a banki adatokat. És kártékony szoftverrel fertőzhetik meg az eszközeinket. A szakértők javasolják azt is, hogy az ügyfelek töltsék le a legújabb operációs rendszert a mobiltelefonra, laptopra vagy táblagépre, és tartsák napra készen az összes alkalmazást és szoftvert. Használjanak mindig több faktoros hitelesítést, illetve a kockázatok minimalizálása érdekében virtuális magánhálózatot, VPN-t, amely titkosítja az adatokat a nyilvános hálózaton keresztül történő adatátvitel során, írták a közleményben.